Április 27-én szombaton hajnalban 3.41-kor ismét csengetett valaki a 60 Albert Schweizer Kórház rendelőintézet babamentő inkubátoránál. A kórház munkatársai lesüllyedtek és egy szépen ellátott gyermeket találtak az állandó 31 fokos hőmérsékletet biztosító inkubátorban. A kisfiút az újszülött részlegre szállították ekkor történt egy fizikális vizsgálat, valamint tekintettel így a bizonytalan anyai anamnézisre, hogy az édesanyja járta korábban terhes gondozása emiatt hepatitis B elleni védőoltásban részesült, illetve hogy valamilyen fertőzés fennállhat-e, emiatt egy laborvizsgálat történt egyebekben a gyermekvitális paraméterei stabilak voltak. Mi a gyermekosztály dolgozói elmondhatjuk, hogy nagyon hálásak és boldogok vagyunk, hogy tíz év alatt ő a hetedik gyermek, akit beraktak a csecsemőmentő inkubátorba, feltehetően egy jobb életreményében. Az egészséges, érett újszület kisfiú súlya 3500 g, 55 cm-rel született. Szombati Zsombor a nevét az újszülött és a szülészeti osztályon dolgozó nővérektől kapta. Néhány ő, órás lehetett az újszülött, ezt ő, igazából a köldökcsonkról tudjuk így megállapítani. 2013. október 8-án adták át 60-ban a babamentő inkubátort a 60-i kórháznál, azóta hét csöpséget helyeztek el benne. Ebből hat fiú volt és egy kis leány. Amikor csecsemőt helyeznek a babamentő inkubátorba, általában többen felkeressik az intézményt azzal, hogy szeretnék örökbe fogadni. Erről viszont a gyámhivatal dönt. A gyámhivatalnak ugye egyből jelenznek, és akkor a, a gyámhivatal pedig ugye a beadott törökbefogadási kérelmek alapján kiválasztja a megfelelő szülőt, aki ugye eljön, elkezd ismerkedni az újszülöttel, és megfelelő időn belül elvihetik haza, hogyha nem jelentkeznek a többségért. A babamentő inkubátor egy anonim lehetőség arra, hogy azon családok, akiknél baba születik, viszont valamilyen okból úgy döntenek, nem tudják megtartani a babát, védett helyen helyezzék el a gyermeket, új esélyt adva neki.